Ma a zsidó levél alapján szeretnék beszélni Jézus Krisztus misztériumáról. Megvan az oka, súlyos oka, annak, hogy éppen ezt a levelet választottam. Ugyanis a helyzet, amelyben írták, hasonlít a mai nyugati kereszténység helyzetéhez, vagyis a mi helyzetünkhöz. Ez pedig az, hogy Európa hitválságban van. 16. Benedek pápa már 2012-ben, amikor meghirdette a hitévét, nyíltan kimondta egy németországi látogatásán elhangzott beszédében, hogy, idézem, az egyház igazi válsága a nyugati világban a hit válsága. Sőt, Jézus is profétált arról, hogy a végső idők körül valóban így is lesz, Sokan elpártolnak a hittől. Amikor az ember fia eljön, vajon talál-e hitet a Földön? kérdezi Jézus szomorúan, mármint persze a második eljövetelére gondolva, a Lukács Evangélium 18. fejezet 8-as versében. Annak idején, 2012-ben a pápa ha a hit éve egyik fő feladataként, első dolgaként azt jelölte meg, hogy újra megismerjük hitünk elemi tartalmát. Mert erről van szó: elemi tartalmát. Mert aggasztó az a tudatlanság, bizonytalanság, kétség, amely ma Isten, Krisztus és a hit dolgaival, na meg a szentírással kapcsolatban uralkodik a keresztények között. Babonák, félrevezetések, ál tanok, keleti misztika, asztrológia, számtalan megtévesztés. Röviden, a hit dolgaiban való tudatlanság tömegeket szakít el ma Krisztustól, az Egyháztól. Az evangélium is só, szemünk láttára veszti el ízét, a lámpás a világosságát, hit közöny bénítja meg sokak szívét, közöny lengibe a templomainkat is. Végül pedig azért választottam éppen a zsidó levelet, mert még az evangéliumok Jézus történetét mondják el, tetteit szavait veszik sorra, addig a levelek, köztük a zsidó levél is, közvetlenül és egyenesen Jézus titkáról beszél. Közvetlenül. A misztériumról. Arról, hogy kicsoda is ő. Zsidóknak, és zsidó származású keresztényeknek íródott a levél a címe alapján. Ők a címzettek. A szerző ismeretlen. Ami hát nagyon különös, mert egyébként egy hatalmas formátumú pálapostolhoz mérhető teológus lehetett ő, és mégsem ismerjük. Valamikor a Krisztus után 60-as és 90-es évek között írta a művét. Milyen volt az a helyzet, amelyben a címzettek gyülekezete élt, és amely az írót arra késztette, hogy tollat ragadjon? És mi volt a célja, amit ő a levelével el akart érni? Nos, akikhez fordul, azok második generációs keresztények. Már nem ismerték személyesen Jézus tanítványait többnyire, zömmel meghaltak azok a vezetőik is, akik még hallották és látták az apostolokat. Tehát egy, egy tipikus ilyen második nemzedék. Ők maguk pedig átestek egy vagy több üldözésen, amelyben némelyek meghaltak. Sokan elveszítették az egzisztenciájukat, a vagyonukat. Az is kiderül a levélből, hogy megírása idején még további üldözések várhatók. Na most ezek miatt pedig némelyek elhagyták hitüket, elhagyták Krisztust, visszatértek zsidó őseik vallásához, kultuszához, és a többieket is akik még bent vannak, már fenyegeti ez a veszély. Ellankadt a lelkesedés, elfásult a hit, meggyöngült a lélek. Ezt érzékeli a szerző, és ö, ennek a kifáradásnak a jelei sokasodnak a gyülekezetben. De, de nem csak itt, hanem máshol is, például a Galatáknál, Pálapostól nekik írt levele szerint, már sokan ingadoznak, vissza, vissza vágynak őseik vallásához, Krisztus helyett. A zsidó levél szerzője azért fogott tollat, hogy elejét vegye ennek, a fenyegető elszakadásnak, a tömeges hitehagyásnak. És az egész hosszú levél egyetlen hatalmas kiáltás Foglalható össze, emberek, gondoljátok meg, hogy hát mit akartok ti tenni? Kit készültök ti elhagyni? Kicsoda az a Jézus Krisztus, akitől most ti el akartok pártolni? Hát gondolkozzatok. Szóval erről beszél, Krisztus titkáról, és semmi másról voltak éppen. Na már most ez a kérdés, ma rettenetesen időszerű. Nagyon. Függetlenül attól, hogy persze egyébként a mai keresztények nagy része nem zsidó származású. Nagyon aktuális a levél. Ahogy a levél címzettei, úgy a szocializmus évtizedeiben mi is, már mint az egyház, átélt egy hosszú üldözési periódust, amikor is rengetegen elhagyták Krisztust emiatt. A rendszerváltás után jött egy rövid fellángolás, majd csak hamar újabb és ravaszabb támadás érte és éri azóta is folyamatosan a hitet. A fogyasztói szellem sokféle támadása, meg a nap mint nap ismétlődő félrevezetések, hazugságok, hamisságok. Ez a szellem. Ez a szemünk láttára szakít el tömegeket Krisztustól ma. Úgyhogy tehát a helyzet ismerős. Az író ma is joggal kérdezhetné: emberek, tudjátok-ti, kicsoda az, akit a szemetek láttára hagynak el oly sokan? És most pedig ti is el akartok menni? Hát tudjátok-ti, kicsoda az a Jézus Krisztus? Hát az író szegény, csupa aggodalom, meg lángoló in, indulat olyan nagyon szeretné meggyőzni a testvéreit, hogy ne rohanjanak a vesztünkbe. Tehát indulat, de ezt az indulatát egy óriási, fegyelmezett higgadság alá rejti. Elemez, érvel, tanít, magyaráz. De mögötte tűzben ég a szíve. Sorra veszi, hogyan egyesül. Jézus Krisztus személyében az összes eddigi ószövetségi üdvösség közvetítő alak, akik a régebbi időkben voltak, ugye közvetítők Isten és az ember között. Hogy Jézus egy személyben Isten fia és ember fia, hogy apostol, vagyis a legszemélyesebb küldötte Istennek, hogy főpap és hogy áldozat. De én most hadd szóljak először is a levél elejéről, amely mindjárt nagyon kemény, így az első három vers. Sokféle formában és sokféle módon szólt Hajdan Isten az atyákhoz a próféták által. Ezekben a mostani végső időkben mi hozzánk viszont fia által szól. Tehát így kezdődik a levél. És most akkor arról van szó, hogy kicsoda is ez a fiú, aki által Isten szólt hozzánk: kicsoda Jézus? Hát gondoljátok csak meg! És jön egy felsorolás. Még a második verstől kezdve: Ő az, akit Isten a mindenség örökösévé tett, aki által a világ mindenséget is teremtette, aki az ő dicsőségének tükrödőzése. És valóságának lenyomata, aki mindent fenntart hatalmának szavával, aki miután a bűnöktől megváltást szerzett, a fölséges Isten jobbjára ült a magasságban. Óriási, hát ez az első három vers, ezt akarjátok ti elhagyni? Ő rá az ő szavára nem hallgatni, őt elhagyni, olyan felfoghatatlan bűn a levél szerint, amihez képest eltörpülnek azok az esetek, amikor Isten korábbi embereire nem hallgatott a nép. Ezt akarja bemutatni az író. Isten szólt egykor népéhez, sokféle módon alkalmazkodva a helyzetükhöz, befogadó képességükhöz, és ebből lett az ószövetség. De mi hozzánk? egész máshogy szól. Fián keresztül, és, és, a végső időkben. Ezt nem úgy értjük, hogy világ vége, nem, hanem úgy értjük, hogy Jézus Istennek az utolsó küldötte, a végső mondani valója az emberhez, és nincsen több, és nem lesz másik. Jöhetnek utána is karizmatikus, lélekkel telt emberek, de ők csak a fiút és a fiú szavát hirdethetik, és semmi egyebet, semmi újat nem. Ez a végső, a fiú által mondott szó pedig természetesen az eddigieknél teljesebb kinyilatkoztatás, sőt a tökéletes kinyilatkoztatás, aminél többet, mást, jobbat, Isten soha többé nem fog üze, üzenni, nem fog. Az is, aki mondja, a fiú persze hatalmasabb, hát ez értelemszerű, az Isten eddigi küldötteinél. Na és akkor most, ezen a ponton a szerző sorra veszi, hogy miért is hatalmasabb. Hát három dolgot említ. Egy, a fiú azért hatalmasabb minden eddigi személynél, akik által Isten szólt az emberhez, mert, idézem, ő az, akit a mindenség örökösévé tett, aki által a világ mindenséget is teremtette Isten. Tehát itt két dolog van, a fiú teremtő és a fiú örökös. A világ tulajdonosa, ura, teremtő, mert általa teremtette Isten a világot. Mit jelent itt az, hogy általa? Hát azt jelenti, hogy Isten bölcsességével teremtett E bölcsessége kimondásával. Erre a szóra lett a világ, ez pedig a logosz, Gondolat bölcsesség, ige. És ez az ige. Testé lett, és ez Jézus. De testéléte előtt is Isten logosza volt, bölcsessége és igéje, hát ezért mondja, hogy Isten a fiú által teremtett mindent logosáltal. A másik, hogy azt mondja, Isten őt a mindenség örökösévé tette, örökbirtokosává, urává, de miért? Áldozatáért. A bűn feletti győzelméért. És még ez sem elég. Tehát, hogy, hogy teremtő meg, hogy örökös. Hanem Jézus az is, aki mindent máig föntart. Ezt írja. Fentart fenntart hatalmának szavával most is, e percben is. És hogyan? Ez döbbenetes. A bűnöknek a folyamatos megbocsátásával. A bűn teszi tönkre, pusztítja a világot, de Isten, ha az ember kéri, elveszi a bűn erejét. Ez a folyamat, ez az állandó bűnelvevés, amit mi nem látunk, de ezt tartja egyben még ma is ezt a roskadozó világot. Igen. És mindez pedig szépségesen, ugye egybecseng Jézus önvallomásával, az evangélium végén, amikor azt mondja, nekem adatott minden hatalom mennyben és földön. Ez akkor lett igaz, és Jézus is csak akkor mondja ki, miután már elvette a világ bűnét, ami rongálta a világot, elvette áldozati halálával. Itt már is óriási dolgokat mond, látjuk. Másodszor, Jézus azért hatalmasabb mindenkinél, akik által Isten ő előtte szólt az emberhez, mert azt mondja, idézem, ő az atyadicsőségének tükröződése és valóságának, vagyis lényegének, jellemének karaktere. Így mondja szó szerint, lenyomata. És itt a karaktert, hát úgy kell valahogyan érteni, mint a számítógépnél a karaktert, hogy lenyomat. Istennek, aki láthatatlan, ő a látható megjelenítője. Aki őt Jézust látta, az atyát látta. Aki őt hallotta, istent hallotta. Hát ilyen közvetítő korábban nem volt. Nem volt Isten emberei a proféták között ilyen, de még hasonló se. Na, ez a második. A harmadik, hogy a fiú azért hatalmasabb minden eddigi személynél, akik által e, Isten szólt, mert ő tisztít meg, és ő vált meg a bűntől, mely tönkretette volna az egész teremtett világot és benne az embert. Ezek után, de csak ezek után, miután lehetővé tette, hogy az ember megtisztuljon, most már meg lehet tisztulni. Felült Krisztus a fölséges Isten jobbjára a magasságban. Ezt a gondolatkört így fejezi be a zsidó levélírója. Ezt a három nagy okot sorolja, amelyek miatt Jézus nagyobb, mint akik által korábban szólt Isten. Kinyilatkoztatása pedig tökéletesebb, mint az övéké volt. Már ez is megrázó, egyszerűen csontigható, megrendítő dolog, hogyha belegondolunk. Hogy ezt hagyják el az emberek, ma, ma is. De a negyedik versben a szerző még tovább lép. Azt írja, hogy Jézus nem csak náluk nagyobb az emberi küldötteknél, hanem nagyobb az angyaloknál is. Hát ugye, hogy kerülnek most ide az angyalok hirtelen? Következő. A régiek hitték, hogy a kinyilatkoztatást, mely Istentől indul el, angyalok, azaz bizonyos szolgáló angyalok viszik el azokhoz az emberekhez, akikhez Isten küldi őket, és belőlük lesznek a bibliai szentírók. Ez volt a hit, és tényleg sok olyan festményt látunk, ahol a szentíró, Ül az írópultjánál, pennával, könyvtekercsel, és mögötte meg egy angyal susogja a fülébe, hogy mit írjon. Na, no, tehát itt arról van szó, hogy erről a gondolatkörről, arról van szó, hogy, a, hogy Isten fia Jézus nem csak az emberi küldötteknél, a profétáknál nagyobb, hanem még azoknál az angyaloknál is nagyobb, akik által Ezeknek a profétáknak a sugalmazást adta Isten. Ez már aztán tényleg döbbenetes, hogyan fokozódik a mondani való. Na, és itt akkor megint elmondja szépen, szépen, hogy mi mindenben nagyobb Jézus az angyaloknál, de én most erről nem szeretnék beszélni, hanem rátérek mindjárt a második és harmadik fejezetre. Itt megtudjuk, mi lett korábban a sorsa azoknak, akik a múltban, nem hallgattak Isten emberi közvetítők által mondott szavára. Hát borzalmas lett a sorsuk. De az író nem ezért mondja el, hanem hogy ebből megértsük, hogy hát még azok mit várhatnak, akik a fiú által hozott szóra nem hallgatnak. Második fejezet, kettes, hármas vers azt mondja, ha már az angyalok által hirdetett szó is, olyan hatalmas volt, hogy minden bűn, minden engedetlenség ennek a szónak elnyerte megérdemelt büntetését. Hát hogyan fogunk megmenekülni mi, ha a náluk, angyaloknál sokkal hatalmasabb fiúra nem hallgatunk? Így mondja, igen. Aztán a harmadik fejezetben a hetes verstől pedig arról beszél, hogy Mózesnek, az emberi törvényadónak és profétának nem engedelmeskedtek az ősök a pusztában, pedig hát látták, hogy mi mindent tett értük Isten Mózes által. Mire ő Isten ezt az egész nemzedéket <kül> ott hagyta pusztulni a sivatagban. Nem engedte be menni őket nyugalmuk helyére, az ígéret földjére, hanem kihaltak. Hát akkor mi lesz mi velünk? Teszi fel a kérdést. Ha Jézusnak, a Mózesnél annyival nagyobbnak nem engedelmeskedünk. És még valamit mond. Azt mondja, Jézus hirdette az Isteni szót, a szabadítást. Utána, akik ezt hallották, megerősítették, tanúsították, hogy igaz. Végül Isten erősítette meg azokkal a jelekkel, csodákkal, amiket ezek az emberek, tudnélik az apostolok, fiának erejével tettek. Tehát a csoda. Na most, hát ugye, mi kell még? Miféle bizonyosság? Erről szól az egész levél. Hiszen mi volt a pusztában Egyiptom után? Sokan nem hittek, és nem engedelmeskedtek Isten szavainak, Melyeket akkoriban úgymond sokféle formában és sokféle módon intézett az atyákhoz, emberi közvetítők által, itt éppen Mózes által. Nem, nem hallgattak. Ö, Isten kihozta őket, megmentette Egyiptomból, a szolgasság házából, vándorlásukban oltalmazta, minden szükségessel ellátta őket, és ezt tudták pontosan. Mégis elkezdtek. Zugolódni Mózes ellen, Áron ellen, Isten ellen. Egyszerűen nem hitték el Istennek, hogy tényleg elvezeti őket egy jobbra, a megígért földre. Nem tetszettek nekik a nehéz pusztai körülmények. Végül pedig egyszerűen vissza akartak fordulni a korábbi életükhöz, vissza Egyiptomba, a kemény szabadság helyett a szolgaság langyos kényelmébe, a disznóba, és Isten ezeket az engedetleneket bizony nagyon megbüntette. Megengedte, hogy sokan meghalljanak, a többieket pedig, akik megmaradtak, azokat még 40 évig vezetgette ide-oda, körbe-körbe a pusztában, holott ez eredetileg Istennek eszeágában nem volt, ez a 40 év. Nem. És később is rendre ismétlődtek a hasonló dolgok: hogy Isten küldött egy emberi profétát, a nép nem hallgatott rá, erre Isten megengedte, hogy keserűen bűnhődjenek sok-sok történelmi tragédiával. Na és akkor mindezek még csak az emberi küldöttek voltak? Hát akkor, emberek, mi lesz azokkal, akik ö, ennek a Összemérhetetlenül sokkal nagyobb küldöttnek, Jézusnak, aki egyenest Isten kebeléről, odafentről jön, neki nem hisznek, és nem engedelmeskednek, hanem más messiást keresnek maguknak. Mi lesz így velük? Mi lesz veletek? És mi lesz velünk? Ti is ezt akarjátok tenni? Az a helyzet, hogy a katolikus egyház, Hiszi és vallja, hogy Isten nem csak keresztényeket tud üdvözíteni, hanem más valláshoz tartozókat, netán Istenteleneket is, olyanokat, akik úgy mond a második Vatikáni zsinat szó szerint idézem, önhibájukon kívül. Önhibájukon kívül ez a lényeg. Nem ismerték meg Jézust. Nos, a zsidó egészen másról van szó. Azokról az emberekről, akik igenis megismerték Jézust, és igenis csatlakoztak hozzá. Majd ilyen olyanokból most meg elhagyják. Hát ez egy gyökeresen más dolog, mint a nem hívők helyzete, vagy a másvallásúak helyzete, akik ugye önhibájukon kiüljenek. Innen megkockáztatnám, nem lehet üdvözölni. Talán csak azoknak, akik képesek ismét visszatalálni. Hát legalábbis a jelenések könyve végén, a 21. fejezet 8-as versben a Krisztust megtagadókat látjuk zuhanni az örök tűzbe, a kárhozatba. Itten arról van szó, hogy nem közönséges bűnösök, akármilyen bűnösök zuhannak a kénkővel égő tűztóba, jelenések 21. fejezet, meg nem is a más vallásúak zuhannak oda, hanem egész pontosan háromféle ember. Azok, akiknek volt alkalmuk megismerni az igazságot, de visszautasították. Azok, akik keresztény létükre utóbb megtagadták Krisztust. Itt most konkrétan róluk van szó a levélben. Megharmadszor azok, akik Krisztus és népe elszánt, tudatos ellenségei, tetleges üldözői, Ilyen is van ma elég. Szóval ez a tét, és ez nagyon nagy, hatalmas. Sokan persze, amikor olvassák a kivonulás könyvében ezt a mózesi történetet, amire itt a zsidó levél szerzője utal, megbotránkozva kérdezik, mi az, hogy az engedetlenek meghaltak, és Isten engedte kihalni ezt az egész generációt a 40 éves pusztai vándorlás alatt. Hát ennyire kegyetlen az Isten. Nos, az a helyzet, hogy Isten ekkor emberileg nézve tényleg kegyetlen volt. Ezt nem érdemes enyhítgetni. De most kiderül, hogy miért. Legalábbis az egyik oka kiderül. És ez nagy titok, döbbenetes. Mert mindez miértünk történt. Azért, hogy mi megértsük, amiről végig beszéltem, amiről az egész zsidó levél szól, hogy micsoda iszonyú, elgondolhatatlan és kimondhatatlan vétek ez, micsoda iszonyú, elgondolhatatlan és kimondhatatlan sorsot készít magának az az ember, és ma rengeteg ilyen van, aki megismerte Jézus Krisztust. Istennek ezt a végső, leghatalmasabb követét, Isten fiát, aki maga Isten karaktere, lenyomata, szóval megismerte, és elfordul tőle. Ettől szeretné ma is óvni minket a zsidó levél szerzője. Dicsértessék ha Jézus Krisztus, Dérkatalint hallották.